Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofon mögött, Nagy Bata Jonatán. Ez az Európai Visszhang az Útrang Pluszon Szanyi Tiborral, az ISZAM elnökével. Szervusz, köszönjük, hogy fogadod a hívásunkat. Nagyon szépen köszönöm a hívást, és örömmel állok a hallgatók, illetve a te rendelkezésedre. Arra kérünk mindenkit, hogy aki még nem tette meg, iratkozzon fel a különböző platformainkra, és akkor bele is vágunk az adásba, ismét három érdekes és izgalmas témát hoztunk. Kezdjük talán a KDNP-vel. Ugye a KDNP, miután a Fidesz kizárták az Európai Néppártból, a KDNP az hát radar alatt elúszott, és ő bemaradt a KDNP-be. Most azonban bejelentette a KDNP frakciója, hogy ki fog lépni az Európai Néppártból. Te hogy értékeled ezt a döntést? Az első kérdésnek az első fele. A második kérdése meg az, hogy, vagy fele pedig az, hogy hogy tudott egyáltalán bent maradni a néppártban? Kérlek szépen, ez egy hosszú folyamat azért, és ennek éppen egy állomásán vagyunk, de a folyamatra azért mindvégig jellemző volt, hogy a Fidesz az éveken át piszkált mindenkit mindenhol az Európai Parlamentben, beleértve a saját pártcsaládját, az Európai Néppártot is. Ugyanazt játszotta ott kint, mint amit itthon is, egyébként, hogy össze-vissza beszél, össze-vissza hazudozik, össze-vissza interpretál különböző dolgokat. A valóságtól teljesen elrugaszkodott érveket támaszt mindenféle kritikai megjegyzéssel szemben. Tehát itthon egy kicsit rondában viselkednek, mint ott kint, de az igazság, hogy azért előbb-utóbb mindenütt meghozza maga gyümölcsét a szemétkedés, és ugye igazából már az is eleve egy hazugság, hogy ők ott hagyták a néppártot, hát gyakorlatilag igen, hát fizikailag valóban, korábban benn voltak, azt most már kívülre kettek, de hát úgy vágták őket ki, mint a macskát a dolgára. Tehát itt azért nem volt ez egy ilyen békés távozás, vagy valami, hanem hát én akkor még éppen azt hiszem, legalábbis az előjátékban biztos, hogy még éppen európai képviselő voltam, hát ott azért a parlament folyosóin azért ez téma volt, hogy nagyon-nagyon kifele csapkodják szöges deszkával a Fideszt a néppártból. Nem feltétlenül most így, hogy különböző határozatokat lobogtattak, hanem eleve a néppárt gyűlésein állandó napi renden volt, hogy egyik másik néppárti delegát, görög, francia, német, spanyol, most hadd ne mondjam végig, hát ez ilyen takarodjatok innen jellegi mondatokat mondtak a fideszeseknek. Tehát magyarul azért nem volt ez egy ilyen békés, önkéntes távozás, hát őket kiebrudalták, ez a konkrét megfogalmazás. Ami oké, ez még akár azt mondám, hogy mindenütt előfordul, most éppen legutoljára az olasz parlamentbe vertek meg egy képviselőt, de ettől függetlenül azért lássuk be, hogy gyakorlatilag egy ilyen mérgezett légkörben eleve a Fidesz nem tudná érvényesíteni az akaratát, no pláne hát így kívül, hogy aztán sehova máshova nem csatlakozott, így aztán pláne nem. Most a hallgató kedvéért mondom, tényleg szó szerint a Fidesz európai parlamenti képviselői azon túlmenően lézengenek a folyosókon, meg beülnek időnként szavazni. Ezen kívül semmi más dolguk nincs az európai parlament, semmilyen komoly témával meg nem találják őket, semmilyen egyeztetésben nem hívják be őket. Gyakorlatilag ilyen szellemeként lebegnek a különböző tárgyalótermeknek a légterében, és azon kívül nyomogatnak gombokat, szót nem kapnak, tehát hogy mondjam, egy ilyen teljesen párjaként működnek. Hát ezért már bocsánat, hogy szoktam mondani, hogy hát a magyar 21 fős kontingens, ami nem kicsi, hát piszkosul nem kicsi, közepesnek mondanám, 21 magyar ember mehet minden 5 évben ki az Európai Parlamentbe ott képviselni Magyarország oldaláról azokat a mozgalmakat, akik egyébként őket delegálták, tehát a különböző hazai pártokat. És ebből őrült luxus ennek a nagyobbik felét gyakorlatilag parkolópályán üzemeltetni. Ez így, ilyen értelemben az ott befolyással bíró magyarok nem 21, hanem 6-7-8 ember, mert a fideszesekkel nem áll senki szóba. Hát ez nyilvánvalóan nem egy nagy bót. Na most nem akarom itt a sztorizásba torkoltat ezt a dolgot, mert ugye a KDNP-n van most a hangsúly. Ezt kevésbé tudják, hogy a Fidesz-KDNP az mind, akárhány mandátumot vitt el, 12, 13, 14,
korábban még kevesebbet is talán. Tehát ebben a zónában, ugye a 21-ből, de ennek mindig volt egy, azt hiszem legalább egy tagja, aki nem a Fidesz, hanem a KDNP delegáltjaként volt kint. A KDNP-s delegáltat pedig nem köti ugye a Fidesz semmelyik dolga, annak ellenére, hogy szövetségben nyerték meg a választást. A Fidesz, hogy kivonult, ez nem kötelezte a KDNP-t semmire, de hogyha most nagyon politikailag akarjuk mondani, hát nyilván azért egy trollt hátrahagytak maguk mögött, hogy mert a KDNP-vel nem volt különösebb baja az európai társaiknak, ezért Hölvény György a KDNP részéről ott lehetett. Nyilvánvalóan folyamatosan elmondta a fideszeseknek, hogy mi történik ott, merre mennek a folyamatok, stb. Tehát egy ilyen hírvívőként is üzemelt. Viszont hát most előállt egy új helyzet, ugye ugyanebben a frakcióban, az Európai Néppárti frakcióban akar bejönni 7 fő erejéig a Tisza frakciója, és hát ugye itt a néppárt előtt az a döntés van, hogy van egy legitim megválasztott 7 fős társulat, akik magukat kereszténydemokratának vallják, és ennyivel növelni tudnák ugye a frakció létszámát, ami komoly erő, plusz 6 fő egy frakcióban az Európai Parlamentben is egy nagyon komoly tényező tud lenni. Ezzel szemben ugye hazafele vállalhatatlan az, hogy a KDNP és a Tisza párt egy frakcióba üljön. Amúgy egyébként ezt meg is értem, hiszen a KDNP-nek a Fidesz-szel való együttműködése, mi több szolidaritása nyilvánvalóan lehetetlené teszi, hogy egy ilyen torszképet tartsanak fel, hogy a Tisza meg a KDNP egyhajóban evez Európa-Brüsszelben, meg Strasbourgban, ezen közben idehaza, meg a Magyarország gyűlésben, meg ugye a patkó két oldalán ülnek egymással szemben politizálva. Tehát magyarul gyakorlatilag, hogyha a Fidesz nem olyan rondán ment volna el, mint amilyen rondán ment el, akkor még azt is nem tudom képzelni, hogy akár az egy darab Hölvényi kedvéért is inkább parkolópályára tették volna a 7 fős Tiszának a kérelmét. Egyébként csak, hogy mondjam, hogy a 7 fő az mekkora erő, vannak tagországok, amelyeken egy kevesebb képviselő. Például Málta. Málta, Luxemburg, a balti országok, álljon meg a menet, még aztán Szlovénia is, azt hiszem, ott is csak 6 képviselő van. Tehát azért ez egy komplett országnyi csoport, ez a 7 fős Tisza brigád, és most ez egy más kérdés, hogy mire mennek velük, meg mire nem. Maga a létszám, az a főleg ilyen szavazati esetekben azért az nagyon komoly latba tud esni. Tehát gyakorlatilag itt a Fidesz most teljesen a korábbi ócska, hülye, ostoba műveleteivel teljesen maga ellen állította föl a viszonyokat, és most gyakorlatilag abban a néppártban, ahol a Fidesz valaha politizált, amelyik egyébként az Európai Parlament legnagyobb frakció, torony magasan a legnagyobb, legbefolyásosabb frakciója, gyakorlatilag az összes parlamenti pozíciónak a felét csuklóból elviszi, mint ahogy a magyar parlament és a Fidesz mindent visz, ugye, mert hogy ő van többségben. Tehát gyakorlatilag itt most, bocsánat, de a Fidesz szív, mint a torkos borz, mert még az utolsó emberét is kénytelen visszahúzni, vagy ő maga kénytelen távozni az Európai Parlament legbefolyásabb frakciójában, pusztán azért, mert volt egy disszidensük itt Magyarországon, aki egyébként aztán megkülönítette a fél országot. De egyébként, hogyha bemaradt volna a KDNP, akkor ő mondhatta volna azt Magyar Péterre, hogy te nem jössz be ide? Hát itt többféleképpen magyarázzák, én megmondom töredelmesen, hogy biztos, hogy nem kötötték az orromra a néppártnak a belső szabályozását, de azért általában az szokott a rend lenni, hogy ha egy adott, ez mindegyik frakcióra vonatkozik, ez egy ilyen, mondjuk így egy parlamenti gyakorlat, hogy ha valaki ugyanabból az országból, ugyanabban a frakcióba akar belépni, ebben az esetben minimum kikérik a már bent lévőknek a véleményét, és hogyha az nagyon negatív,
akkor sanszos és esélyes, hogy nem tud belépni az új formáció. Tehát nem biztos, hogy jogi értelemben van vétójoga, de amúgy egyébként vétójoga van a már bent lévőnek. Tehát egy főnek azért 6-7-tel szemben azért igen bonyolult vétójogot gyakorolni, mert azért még egyszer mondom, nagyon finom falat a 7 darab plusz szavazat. De jellemzően egyébként Görögországnál szokott lenni, ott nem is tudom, majdnem azt, hogy minden egyes európai parlamenti képviselőjük valamilyen másmilyen párthoz tartozik, nagyon az most költői túlzás volt, de ugye ott aztán pláne nagyon sokat osztottak a pártok, és akkor különböző erőjogok vannak, és állandóan kizáratják az egyik a másikat, tehát ez nagyon cirkuszos tud lenni ez az egész ügy. Tehát magyarul azt akarom ezzel mondani, hogy ha nem jó a viszony az új belépő és a már bent lévő között, ugyanazon országról beszélünk, akkor az komoly problémákat tud okozni, leszámítva az ilyen eseteket, amikor, bocsánat, de 7 kontra 1, az elsöpri a bent lévő egyet a beérkező 7, tehát ez egy erő fölény. Egyébként annak idején nálunk mert nálunk most már nem, bocsánat, tehát amikor én európai parlamenti képviselő voltam, és a Szocialisták és Demokraták nevű frakcióban voltam, és oda be akart ugye 2 DK-s képviselőnek a befogadásáról szó, mi ketten voltunk szocialisták, tehát erőazonosság volt. Nekem effektív, ott a párton belül, nem emlékszem, aztán vétójogom volt, ennek ellenére az akkori MSZP és az akkori DK közti rokonszerv, meg barátság, meg mit tudom minek a fényében. Én azt a felhatalmazást kaptam Budapestről, hogy ott szavazzam meg az DK-nak a belépését, és ezt meg is tettem minden, hogy mondjam, egyébként személyes szándékaim ellenére is. De hát ezt hívják valahol pártfegyelemnek. Viszont hát most jelen pillanatban viszont az a párt, amit aztán később alapítottam, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom, mi viszont az Európai Baloldal pártjához csatlakoztunk, ennek egy másik külön frakciója van, az Európai, vagy a Baloldal nevű frakció van az Európai Parlamentben, ez időtájt 35 európai parlamenti képviselőnk van. Ha mi indultunk volna a választáson, és nyertünk volna egy mandátum, akkor 36 lett volna, de itt például szintén a bent lévők vétójoggal rendelkeznek a kívülről érkezőkkel már ugyanazon ország esetében. A mi esetünkben a Magyarországi Munkáspárt 2006 elnevezési formáció már korábban tagja volt az Európai Balpártnak, de ők nem vétóztak, sőt, mint több kifejezetten támogatták a mi csatlakozásunkat. Tehát ez úgy működik, hogyha valaki általában igyekszik jóba lenni azzal a közeggel, ahol ő politizál, az könnyebben tud előre haladni, ahol pedig konfliktusok vannak, mint például ugye a Fidesz kontra Európai Néppárt, hát akkor bizony, bocsánat, de a gázcsőnek a rossz végére kerül az ember. Orbán Viktor posztjából fogok most idézni. Az Európai Bíróság mai döntése értelmében Magyarországot 1,2 millió plusz napi 1 millió euróra büntetik, amiért nem engedi be az illegális migránsokat. A döntés felháborító és elfogadhatatlan. Nem engedünk a brüsszeli bürokraták pénzügyi zsarolásának. Megvédjük a határokat és megvédjük a magyar embereket. Nyilván erről le kell hámozni a politikai kommunikációt. Ami ebből tény az, hogy Magyarországot megbüntette az Európai Bíróság. Miért történt ez, és mi lehet ennek a következménye Magyarországra nézve? Most, amit idéztél a magyar kormányfőtől, kérlek szépen, az tipikus példája az ostoba, ordas, valóságtól elrugaszkodott hazudozásnak. Ugyanis valóban a témakör az a migrációs témakör. Magyarország valóban nem enged be úgynevezett migránsokat, és az Európai Unió valóban megbüntette Magyarországot, a bíróság konkrétan, csak hát az a helyzet, hogy ez így nincs összefüggésben. Tehát az lehet mondani, hogyha én esős időben nyerek egy 5 találatost, akkor az eső hozta el nekem az 5 találatos, de mindannyian tudjuk, hogy nem így van, mert az esőnek konkrétan semmi köze nem volt ahhoz, hogy nekem 5 találatosom van. A bírság, az majdnem azt mondom, halál mindegy, hogy milyen témáról lenne szó. Konkrétan itt arról van szó, hogy Magyarország 2020 óta, tehát immáron 4. éve, dacosan, tudatosan, majdnem azt mondom, hogy szemtelenkedve nem
hajlandó elfogadni és végrehajtani egy európai bírósági határozatot, ami a magyar kormánnyal szemben született. Tehát itt aztán itt az Európai Bíróság menjen innen a fenébe, mi aztán nem. Ez körülbelül olyan, már ne haragudj, nem akarnak megvádolni semmiféle rosszal, de hogyha valakit, mondjuk téged, mit tudom én, elítélnek fél év börtönre, te meg között, hogy aztán te nem mész be és kész, és mit tudom én, külföldre mész meg minden azért. Akkor bárki. Szóval így nincs. Egy bírósági ítélet végre kell hajtani, ez egy jogerős bírósági ítélet. Persze azt kétségtelen tény, hogy ez a bírósági ítélet, ez egészen konkrétan menekültügyi kérdésben volt. De, és itt megint egy nagyon nagy de van. Az volt 2020-ban, hogy a tagállamok elfogadtak különböző keretrendszereket, mind a 20x tagország, tehát 27 tagország, ugye 2020-ban annyian voltak. Tehát 2020-ban elfogadott a 27 tagország több témában A. beengedés tekintetben keretelveket, B. kitoloncolás tekintetében keretelveket. Ezeknek az a lényeg, és ezt mindenki elfogadta, ennek az a lényege, hogy egységes eljárási rend alapján fogják elbírálni a különböző menekültügyi beadványokat, és egységes szabályok és eljárás rendszerint fogják kidobálni azokat, akik nem idevalók. Na most miért fontos ez? Ez azért fontos, és ez nagyon fontos, hogy a hallgatók tudják, mert bár a tagországok persze mindenki önálló marhára, csak éppen az a helyzet, hogyha történetesen Magyarország nem hajlandó senkinek a kérelmét elbírálni, ezek az emberek egyébként akkor mennek más irányba, ami azt jelenti, hogy ha mondjuk Horvátországba beengedik őket, Lengyelországba, Olaszországba, vagy bárhol beengedik őket a vizsgálat időtartamára, ez fontos, tehát nem örökre, hanem a vizsgálat időtartamára, akkor onnantól kezdve Magyarország kihúzta magát abból a közös teherből, ami egyébként az Európai Unióra hárul. Mit jelent ez? És akkor ez megint nagyon fontos, hogy tudják a magyar hallgatók. Konkrétan nekünk nem csak az Európai Unió külső határában dolgunk, hanem van szerepünk a tekintetben is, hogy mi történik a magyar-osztrák vagy magyar-szlovák határon. Jelzem nagy tisztelettel, évente 50-60-70 ezer menekült áramlik át Magyarországról Ausztriába, és nagyjából ugyanennyi Szlovákiába. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy mint Kés a vajon úgy mennek át a magyar területeken, a magyar határokon, kettőn is, A. Szerbiából Magyarországra, B. Magyarországra, az már könnyebb, Szlovákiába és Ausztriába, és ezek jelentkeznek az első szlovák, illetve osztrák rendőrösen, és közlik, hogy ők akkor beadják a menekültügyi kérelmeket. És akkor az osztrákok meg néznek, hogy bocsánat, maga hol jött be? És akkor mondja, hogy hát Ausztria, vagy Magyarországon keresztül. Aha! Tehát akkor magát nem állították meg a magyarok. Nem bizony. És innentől kezdve mit történt? 150 ezer embert évente rázódítunk az osztrákokra, meg a szlovákokra, és ennek az összes terhét egyúttal oda dobjuk. Erre találta ki az Európai Unió, hogy bár az elsődleges befogadó pontok azok nyilván a határországok, ellenben az összes többi köteles a különböző költségeket, terheket viselni. És itt nem csak költségekről és terhekről van szó, hanem arról van szó, hogy egy menekült ügyének az elbírálása most már pont az irányelvek szerint nem mehet a világ végéig, 6 hónapon belül le kell zárni. És ez alatt a 6 hónap alatt viszont jogosult védelemre az illető, minimum az Európai Unió területén való tartózkodásra, és ha úgy hozza a sors, akkor abban az országban, ahol beadta, vagy ahol belépett. Ellenben utána, hogyha bármelyik ország, amelyikre kiszignálódik tulajdonképpen az a történet, elutasítja az ő menekültügyi kérelmét, akkor közös erővel, közös finanszírozással ültetik föl a repülőre, és viszik vissza, mit tudom, Ugandába, vagy bárhova. Tehát magyarul itt arról van szó, hogy a magyarok A.
nem hajlandók senkinek a menekültügyi kérelmét elbírálni, B, akit beengednek valamilyen véletlen folytán, azt jól meg is verik, C, egyébként nem kitoloncolják, hanem szabadon engedik őket a francba, ami azt jelenti, hogyha mit tudom, egy magyar hatóság megvert egy menekültet, tovább ereszti Ausztria felé, ennek most nem tudom mi értelme volt, de az összes teher az osztrákokra három. És erre mondta most az Európai Bíróság, hogy na állja meg a menet. 4 év után, ha a magyar kormány nem képes felfogni, hogy itt 26 másik ország nyakába varja a fekáliát, akkor volna szíves nem hozzájárulást, hanem effektív büntetést fizet. És ebben én tökéletesen egyetértek ezzel a döntéssel. Nem példanélkül is szeretném mondani, már kialakult gyakorlat sajnos az Európai Bíróságnál, hogy ha valaki makacsul nem hajlandó végrehajtani egy bírósági ítéletet, akkor az konkrétan napi 1 millió eurót fizet. Ez a lengyeleknél volt, tehát jó darabig fizették is. Amúgy egyébként a vicc az egészben az, hogy most idézőben nem kell ebből, semmi látszólagos fizetés nincs ebből a történetben, tekintettel arra, hogy levonják a nekünk visszatartott európai pénzekből, tehát úgy is lehet mondani, hogy még legjobb esetben is pont ennyivel kevesebbet fogunk kapni fejlesztési pénzeket. És akkor az adásnak a záró témája az a Mi Hazánk mozgalom, illetve az Európai Parlament. A Mi Hazánk mozgalom nagyjából 7%-ot szerzett, 6,7%-et a választáson, amivel jogosultá vált egy darab európai parlamenti mandátumra. Ugye ez nagy eredménynek számít mindenképpen, hiszen Magyar Péter megjelenésével azért csökkentek a Mi Hazánknak az esélyei, és hát kiéleződött a verseny, kiesett például a Momentum is, illetve a Kutyapárt is a mandátumot szerző pártok közül. És hogy a Mi Hazánk beharangozta azt, hogy egy új jobboldali csoportosulást szeretnének létrehozni, például a német AfD-vel. Szerinted most, hogy már látjuk a választásoknak az eredményét, lesz lehetősége? Ugye most jelenleg két ilyen jobboldali párt család van az Európai Parlamentben, az Identitás és Demokrácia, ahonnan ugye kitették nemrég az AfD-t, illetőleg az európai konzervatívok és reformerek. Te elképzelhetőnek tartod azt, hogy a Mi Hazánknak a terve, ami igazából a jobb oldalnak a jobb oldali részét egyesíteni kívánja, az létrejöhet? Hát kérlek szépen, én erre nyilvánvalóan csak politikai választ tudok adni. Én nekem erős kétségeim vannak, maradjunk ennyiben, tehát nem tartom jelenleg valószínűleg. A következőknek fogom. Van még két jobboldali csoportosulás egyébként, amit a felsorolásból még egyelőre nem említettünk. Az egyik azért az Európai Néppárt is jobboldali, tehát egy konzervatív kereszténydemokrata néppárt, azért azt mondjuk ki, hogy az egy jobboldali formáció, még akkor is, hogyha jobb közép felé is szokták besorolni, de attól még az alap tulajdonságát tekintve egy jobboldali. Magyar egy kapitalizmus barát, stb. Hadd ne mondjam végig. És van egy negyedik csoportosulás, amit egyébként úgy hívnak, hogy függetlenek. Ez nem egy szerveződés, de attól még csoportként tartják őket. Nyilván létszámként is az eljárásrendekben is így tekintenek a független képviselőkre, hogy ők a függetlenek közé tartoznak. Ám zömmel ezek olyan jobboldaliak, akiket az egyik jobboldali frakció se vett be sehova. Tehát magyarul ezek általában ilyen párják, akik vagy saját maguk miatt, vagy egyéb okoknál fogva nem nagyon tudtak sehova se becsatlakozni, ilyen 50-60-an vannak, tehát nem van kezd, majdnem, hogy 7-8% az Európai Parlament, nem egy kicsi színtársulat. Így most blokk szinten van 3 szervezet, jobboldali blokk és 1 nem szervezett jobboldali blokk, mindezek egyébként elviszik a parlament 2/3-át, tehát miért az, ez megint az, hogy Orbán Viktor állandóan szokott hazudozni, hogy mekkora jobboldali többség, vagy baloldali többség van az Európai Parlamentben, konkrétan sem ekkora, tehát bő 2/3 a jobboldali képviselők, illetve frakcióknak a súlya az Európai Parlamentben. Na, zárója bezárva. A lényeg az, hogy ez a bizonyos ECR, amit te fölemlítettél, ez az Európai Konzervatívok és Reformerek szintársata, ez hogy a korábbi politikai középtől erőteljesen jobbra kilengett, és ez egy ilyen, majdnem azt mondom, hogy ha tréfásan félig fasisztáknak, félig nem fasisztáknak szokták volt emlegetni őket, mára kivált kép, hogy a Meloni lett ott a fő hadúr, vagy hadasszony, ezért már az olasz miniszterelnök, ez nagyon sokat mérsékelt ezen a történeten, tehát ez egy elfogadható
csoportosulássá kezdett válni, sőt, például Ursula von der Leyen is egyféle a meg újraválasztása kapcsán egy ilyen válaszút elé állították, és azt mondta, hogy hát, hogyha úgy viselkednek, akkor mégiscsak szóba kéne állni ezzel a ICR-ral, amivel nem okozott nagy békét az ő saját táborába, de valahol próbálta ezt egy ilyen elviselhetővé tenni, hogy hát akkor van ez az ICR is, amivel egyben elismerte, hogy mennyire húzódott be ezt tulajdonképpen középre, olyannyira, hogy Orbán Viktorék már nem nagyon hiszem, hogy be tudnának lépni az ICR-ba, mert nem hiszem, hogy fölvennék őket, tehát ők túl messzire lépőnek gondolják Orbán Viktor. És akkor marad ez a bizonyos identitás csoport, hát ezek a valaha volt vállaltan neonácik, de annyira most már nem vállalják a maguk neonáciságát, Marine Le Pen-től kezdve sok mindenki tartozik ide. Ez meg nem tudom, hogy egyáltalán megmarad-e, mert ugye úgy van, nem tudom, hogy a hallgatók ezt mennyire ismerik, de a frakció alakításnak két korlátja van, az egyik az az, hogy legalább 7, de inkább 8 tagországból kell képviselőket maga soraiban tudjon, és legalább 15 képviselőnek kell lenni, tehát azért ez nem olyan egyszerű történet ezt összefogni, mert lehet ez egyébként egy nagyon nagy csoportosulás, de éppen csak 6 országból vannak jelentkezők, akkor abból nem lesz frakció. Tehát a helyzet ennél fogva kicsit képlékeny, ugyanis az AfD-t konkrétan most megint ugyanúgy, mint Orbánékat, mindenhonnan kirúgták. Tehát magyarul jelen pillanatban nem nagyon tudom, hogy az Európai Parlamentben melyek azok a más országból érkező más pártok, a magyar mi hazánkat leszámítva, akik az AfD-vel összeboltolnának. Tehát az AfD-t effektív, hát ott még Németországban még letartóztatások is voltak kémkedésért, meg nem tudom, oroszoknak való kémkedéssel valamelyik képviselő, meg annak az asszisztense, szóval ilyen nagyon szörnyű dolgok zajlottak. Csak ugye azóta ez a képviselő, ez ugye elhagyta az AfD-nek az Európai Parlamenti frakcióját. Igen, én ezt értem, csak a helyzet az, hogy azért nem csak ez egy ügy van, hanem sok kijelentés, mondat, vállalhatatlan körülmények. Szóval a lényeg az, hogy az AfD-t jelen pillanatban mindenkinek kiközösítették, nem csak a egyes tagjait, hanem konkrétan magát a pártot is. Ennél fogva most akkor oké, okay, én nem tudom, hogy az AfD-nek hány képviselője lett, gondolom 20-valahány lehet az eredmények alapján a létszámuk, plusz egy ugye a mi hazánk. Oké, okay, ez már egy látszólag nagy frakciónak tűnhet, csak éppen az a helyzet, hogy nincsenek 7-en. Már 7 országban, hanem 5 még hiányzik. És hogyha 5-ből nem jön több, akkor akár, hogy akar csatlakozni a mi hazánk az AfD-nek, akár miéhez, ebből nem lesz frakció. Tehát erre mondtam azt, hogy én nekem erős kétségeim vannak. Primer módon úgy azt menni mondani, hogy az elkövetkező 5 évben ebből nem lesz semmi. Ez volt az Európai Visszhang. Szanyi Tiborra nagyon szépen köszönjük, hogy fogadtad a hívásunkat. Én is nagyon szépen köszönöm, és csodálatos napokat kívánok itt a nyárban a hallgatóknak.